Üdvözlök mindenkit, Csiger vagyok, ez pedig itt a Vintage Lab. A laborból üdvözlök mindenkit. Ez az a helység, amit szeretnék majd teljes mértékben laborra kialakítani. Ez, ahol lakom, ott a házam mögött egy ilyen kisebb, régi kis házrészben van. Amit látjátok, eléggé kis kopottas, de hát a vintagehez illik. Előttem a Jobónak a forgótankos CPP2-es liftes hívógépe áll. Ebben fogom most előhívni azt a tekercset, amit a Hasselblad-dal korábban elexponáltunk. Itt is van nálam maga ez az Ilfo Delta 400-as tekercs. Hogy milyen időt és milyen értékeket kell majd beállítani az adott hívóhoz, ezt a filmnek az eredeti dobozán mindig megtaláljátok belül. Kezemben van az Ilfo Delta 400-nak a doboza, már kibontva. Érdemes óvatosan kibontani, a csomó dobozon belül vannak a hívóértékek. 20 és 24 fokra, csomó hívó, itt az Ilford gyári hívói, valamint a Kodak X-tól is itt van, amit mi fogunk használni. Beállítjuk most majd az adott időértékeket a kis időzítőnkbe, ami segít nekünk, hogy hogyan tudjuk betartani majd a hívás időt. Miután befűztük a filmet a hívótalnak az orsójába, meg is mutatom, ezt a multitankot fogjuk használni. Ez a Jobo 25-23-as multitank. Kisfilmet és rollfilmet is tudunk benne hívni, kisfilmet kettőt is egyszerre. Itt a tetején látjátok ezt a kis fogaskerekes részt, ez fog majd ide a géphez csatlakozni. Ahogy be van csatlakoztatva, a motor a sebességnek megfelelően folyamatosan agitálja oda-vissza ezt a tankot, és akkor ennek megfelelően, hogy itt beöntöm a vegyszereket, és itt a hátsó kiöntő részen vagy elöntöm, vagy vissza tudom önteni az adott menzórába. A vízbázis, ami itt ebben a gépben van, ez folyamatosan hőfokon tartja a gépet, közben itt be is kapcsoltam, tehát folyamatosan hőfokon tartja nekünk a filmet. Itt előre a vegyszereket már bekészítettük, és akkor kezdődhet is nem sokára hívás, csak először sötétben be kell fűzni nekünk a filmet. Megmutatom, hogy hova. Behoztam a tannak a fejét. Ez van belül. Már be is van állítva az orsó a 120-as méretre, amúgy ezt szépen össze tudom állítani kisebbre is, akkor kettő is ráfér erre a kis tengelyre. Ide fogjuk befűzni a filmet, ez természetesen teljes sötétségben kell, a hiedelmekkel ellentétben filmekben sokszor látni, hogy piros lámpánál befűzik a filmet, hát ezt nyilván azért csinálják, hogy lehessen valahol filmezni, de ez kamu. Érzékeny ezekre a fényekre és a filmünk értelemszerűen, ezért érdemes teljes sötétségben befűzni a filmünket. Menjünk is a sötétbe. Be is fűztem a filmet a multitankba. Annyit elmondanék, hogy érdemes magunkkal ollót vinni a befűzéshez. Itt van a kezemben a vezető szalagja magának a rollfilmnek. Ez a kis ragasztócsik, amit a kezemben van, ezt én most kézzel szedtem le, de ezt óvatosan kell, olló azért van nálam, hogyha véletlenül nem tudnám, akkor inkább levágom, de nagyon pontosan a végénél vágom le a filmnek azt a részét, amit fel van ragasztva erre a hordozó szalagra. Magát a kis orsót pedig a középformátumú gépeknek mindig az ellenkező oldalra a következőt be kell tenni, el szoktam tenni tartalékba, hogy azért legyen nálam, hogyha véletlenül nincs a magazinban és filmet fűzök be, akkor tudjak, vagy felsetel egy új gépet próbálok ki, és mondjuk nincs benne középformátumú orsó. Na hívjuk elő a filmet. Annyit még gyorsan elmondanék, hogy amit érdemes a befűzéshez bevinni, az két szövetkesztyű, hogyha az ember még gyakorlatlanabb orsókba a film befűzéssel, akkor hajlamos megtapogatni, itt-ott utána nyúlni a filmnek. Sötétben azért ez egy elég macerás dolog, ezért hogyha van ismerősünknek olyan, ami elrontott film, vagy akár korábbi negatív, ami nem lett felvágva, és az ember nem annyira sajnálja, érdemes napfénynél magát a mozdulatokat gyakorolni, aztán később becsukott szemmel megcsinálni. Ha van rá, igen, később megmutatom rendesen videóban már egy elexponált és lehívott filmnél, hogy ez a befűzés hogyan is történik. Esetleg, ha ez érdekel titeket, írjátok meg kommentben. Most pedig beteszem magát a tankot a gépbe. Az előbbi snitnél már lehet, hogy hallhattátok, elindítom a pumpát. És innentől kezdve lesz egy állandó motorza, és a víznek a csorgását fogjátok hallani. Cirkulálja folyamatosan a vizet a gép, ezáltal állandó hőmérsékleten tartja. A hőmérsékletet azt itt állítom be, normál esetben szembeállom fel, de most így akkor nektek meg tudom mutatni. Tehát a hőmérsékletet be tudom állítani ezen a három
kapcsoló részem 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, tehát 40 valahány fokig be tudom állítani, elég magas hőmérsékletet is be lehet állítani. Hát ugye itt a színes filmeknél magasabb hőmérsékletre is van szükség, mint 20 vagy 24 fok. Felteszem a tankot, megnézem, hogy jól be van ez zárva. Így. Elindítok közben egy kis forgást, most még nem öntök bele semmit. Erre azért van szükség, az időzítőt addig félreteszem. Tehát itt azért van szükség, mert ezen a kis részen itt hátul meg tudom állítani a vízköpeny magasságát, akkor jön el a gépnél, hogyha a vízköpeny folyamatos, így a temperáció is folyamatos, és addig is, amíg egyik-másik vegyszert döntük, addig is folyamatos temperálás alatt van a film, valamint a vegyszerek is addig is, amíg hívódnak, akár ebben a hűvös helységben sem hűlnek ki. Kicsit gyorsítok rajta, akkor jó, amikor a vízköpeny már folyamatos. Közben ide a felső részben még, hogyha valamit be akarok melegíteni, amelyet ugye ez a víz itt melegszik, most 20 fokos, ide beletettem a cseppelenítőt, alatta a film lehúzó csipest érdemes előáztatni, hogyha esetleg por vagy bármi lenne rajta, akkor a lehúzásnál ne karcolja meg majd a filmet. Beállítottam a vízköpeny magasságot, betettem ide vizet és a vegyszereket. Betettem ide ezekbe a fakóba be lehet tenni olyan vegyszeres flakonokat, amik beleférnek, gyárnyalag a csopónál is lehet ilyet kapni. Előtt betettem melegítéshez most a vizet előmosáshoz, és akkor a felhasználandó vegyszerek itt vannak sorba, ezekben a kis menzúrákban, egyet kiemelek. Ezek értelemszerűen milliliterben már így be vannak állítva, és akkor tudjuk, hogy mennyi vegyszerünk van, ebbe is ki tudjuk keverni. Például én így szoktam a fixért is, meg a stopoldatot is kikeverni. Tehát egy gyorsan, röviden a vegyszerekről. Már korábban leégított hívónk, stopoldaton van Kodak Professional T-Max fixír. A következőben pedig leégított már fixíroncsoló van, Tetanel TSC, valamint itt van már benne a vízünk, és a mosásokhoz, elő- és utómosásokhoz, valamint a cseppelenítő oldal. Most megcsináljuk a hívást, majd utána kirakom szállat a negatívot, és bízom benne, hogy lesznek veled jó felvételek, és akkor szkennelés után ezt nektek be tudom vágni ide a videó végére, és hívjuk le a filmet. De mielőtt az első előmosó vizet beöntenénk a filmhez, mutatom ezt a kis eszközt, beidőzítem a gépet, ez egy Jobo Process Timer, 8 különböző egység van rajta, bekapcsolom, egy nyomással el tudom indítani, következővel meg tudom állítani, majd át tudok ugrani a következőre. Itt be is van állítva az előmosás ideje, átváltok a következőre, ez lesz a hívás ideje, ez sok esetben változik, ezért erre mindig előtte figyelek, hogy mielőtt elindítanám az egészet, az egész folyamatot, beállítom a hívás időt. Itt van az Info Delta 400, és ugyanúgy itt 7 percet ad a 7 perc 30 másodperc helyett small tankra, 20 fokon, 24 fokon 5 percet, viszont rotary tube-ra, azaz forgótankos, folyamatos agitációs előhívásnál már csak 6 perc 15 másodpercet ír. Na most azért ezt érdemes megszívlelni, és hogyha az ember kitapasztalja, akár a kettő közé is be lehet lőni a hívásidőt, de mivel ezzel a géppel nagyon pontosan lehet tartani a hőfokot, az agitáció mértékét, és az egésznek a kideöntésnek a folyamatát is szépen le lehet időzíteni, ezért azt javaslom, hogy tartsuk magunkat ahhoz az időhöz, amit a Kodak adott meg nekünk. Kirakom magamnak ide, szembe fogok állni a géppel, elindítjuk a hívást, először persze még ellenőrizzük a vegyszer hőfokát a motor kellékes videóban, hogy milyen kelléket használjuk, abban a videóban már mutattam, hogy fontos a vegyszer hőmérő, ezt ugye bele is teszem addig a hívóba, leellenőrizzük a hőfokot, itt a kis nyíláson be fogom önteni egymás után a vegyszereket, majd bízunk a legjobb eredményben. Mutatjatok velem!
mosáshoz már korábban bekészített temperált desztillált vizet használom. Természetesen ilyenkor már nincsen szükség temperációra, hiszen maga a hívás folyamata már megtörtént, de hát sokkal jobb így kézmeleg vízzel dolgozni. Mindenképpen desztillált vizet, vagy esetleg vízszűrő kancsóval készített szűrt vizet, lágy vizet használjunk, hiszen különböző keménységű vizek találhatóan felénk is és bárhol a világon, és érdemes a vízkőtől mentes vizet használni, hogy ez nehogy később kicsapódjon a negatív. Elöntöttem az utolsó mosóvizet, és a cseppelenítés lesz az utolsó. A cseppelenítővel azt érjük el, hogy cseppmentesen száradjon majd a negatívunk. Fixironcsolót, ha használunk, mindenképpen használjunk cseppelenítőt is. Már sokan nem használnak igazából egy alapos desztillált vizes mosás is, hogyha szépen kilógatjuk, cseppmentesen fog megszáradni a negatívunk, de hogyha használtunk fixironcsolót, a cseppelenítő mindenképpen szükséges, hiszen a fixironcsoló már egy előcserzést végez a negatívon, a cseppelenítő pedig befejezi azt, és ezáltal karcmentesebbek lehetnek a negatívjaink a későbbi nagyítás során. Befejeződött a cseppelenítés, levesszük a tankot. Mivel az eszközöket utána el kell mosni, a tankot is, a menzórákat is, ezért ide tettem egy labortálat. Beleteszek mindent, az orsó szétszedhető, egyik felét leszedem. Azt a végét, ahol itt a legutolsó részen már ugye nincsen expozíció, itt szépen megemelem, addig is tud csöpögni. Ha esetleg habos dolgokat látunk, itt egy kicsit a cseppelítől felhozik, attól nem kell megijedni. A filmlehúzó csipeszt előzőleg beáztattam. Egyszer igazítok rajta egy fogást, egy enyhén összenyomom, és egy határozott mozdulattal lehúzok vele. Azért érdemes beáztatni, hogy ne legyen benne vegyszer maradék, és így nem karcoljuk meg a negatívot. Lehetőleg olyan csipesszel, ami szépen lapjával megfogja a negatívot. Való pedig ugyanilyen csipeszekkel, lehetőleg kettővel, de inkább hárommal kisúlyozom a negatívot. Nem kell megijedni közben, amikor elkezd száradni. El tud kezdeni tekeredni és ide-oda mozogni a filmet, től nem kell megijedni. Amint látjuk, elég jól fedettek az expozíciók, de majd a szkennelés során, vagy később a nagyításnál ki fog derülni, hogy mit is műveltünk. Hagyjuk most száradni a negatívot, utána jöhet a szkennelés, és meglátjuk, sikerültek-e a felvételek, így első ránézése jónak tűnnek. Annyit még szerettem volna a végén elmondani, hogy egyrészt az ilyen tálakra mindig szükség van, ügyeljünk a tisztaságra, és alakítsunk ki magunknak egy olyan rendszeres szokást, amivel ezeket a mozzanatokat utána mindig meg tudjuk ismételni. Nem biztos, hogy észrevettétek, de mindenhol használok laborrongyot, van rajtam kötény is, hogyha az ember reflexzerűen beletörölnek, akkor ne a ruhájába törjön vegyszeres dolgokat. Abban az esetben, ha kézi hívást végzünk és nem vagyunk gyakorlottak, mindenképpen használjunk gumikesztyűt. A filmbefűzésnél pedig szövetkesztyűt. A gumikesztyű alapvetően itt a jobbó mellett azért nem annyira szükséges, mivel itt zárt rendszeren keresztül dolgozunk, és nagyon tisztán lehet vele dolgozni, a kezem igazából nem érintkezik egyszerrel. Amennyiben tetszett nektek ez az epizód, dobjatok fel egy lájkot, és ha úgy gondoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra. Nézzétek meg a korábbi tartalmakat is, én pedig jövök nektek nem sokára a következő videóval. Sziasztok!